vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Krizsán Szabolcs, a Honvéd EB bronzérmes cselgáncsozója. Szervusz, üdvözöllek, régen beszéltünk. Majdnem egy éve, ugye idén januárban, akkor még úgy minden szép volt, jónak tűnt, akkor még állt a zászló, hogy talán ki tudsz jutni a riói olimpiára, ugye a pontszámok megvoltak, tudjuk az eredményt, ugye nem jutottál ki, Csoknyai Laci jutott ki a súlycsoportodban az olimpiára. Ezt hogy érted meg? Hát szia Dino, üdvözlöm a nézőket, megmondom őszintén, egy elég nehéz időszak volt az életemben, bár a lelkiismeretem az tiszta, mert úgy gondolom, hogy én megtettem mindent, aktuálisan erre voltam képes. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 2015. szeptemberében kialakult egy makacs vállsérülésem, ami nagyon hátráltatta a munkámat. Nagyon sokat kellett módosítani a felállásomon, és ennek köszönhetően részben megsérült a jobb vállam is. És azt mondom, hogy szeptembertől tulajdonképpen komolyabb dulakodásra voltam alkalmas, az edzéseken és a versenyeken, így nem tudtam azt a formát hozni, amit szerettem volna, és hát a Csoki több pontot gyűjtött a kvalifikációs sorozatban. Én is bemaradtam a top 22-ben. Tehát, hogyha a Csoknyai nincs, akkor így is a te pontszámaiddal mehettél volna az olimpiára, mert benne voltál. Igen. A utazó. Igen, hát itt több országnál is előfordult az, hogy a top 22-ben több versenyző benne volt, és akkor ilyenkor a szövetség választ, hogy nem automatikus az, hogy az előbbről megy, hanem ez a szövetség döntése, és hát a Csoki mellett döntöttek. Na, de mondjuk megkönnyítetted a szövetség döntését, hiszen te az utolsó időszakban már nem is nagyon versenyeztél, mert a vállad miatt, ha jól tudom. Tehát már ki is szálltál, úgymond, a küzdelemből. Nem. Én utolsó vérig küzdöttem igazából. Végmentem volt egy januártól talán márciusig nem tudtam versenyezni, mert akkor annyira matyi állapotban voltam, de hát utána fölfújtam az arcomat, és ami a csövön kifért. Igen, csak hát ugye az a hír járta, hogy ott vagy, de. Igen, hát tényleg. És ezt mindenki tudta. Hát azért. Hogy szenvedsz, fogad összeszorítva. Igen, de úgy gondolom, hogy kiválasztottam ezt az utat, és mondtam is többször azzal a kifejezéssel, hogyha taknyomon kell csúsznom, akkor is végigmegyek rajta. Tényleg ez a gyerekkori álmom, hogy olimpián vegyek részt, és igazából ezt úgy gondolom, hogy nem engedhettem el. Ott álltam a kapujában, tényleg így is egy nüanszon múlott. Ebben igazad van, bocsáss, mert nem szól fel, de te mégis kijutsz ezzel a sérült vállal, amit ugye most már megműtöttek, hogy akkor nem is lett volna idő, hát hogy lett volna idő rá. Tehát mire lehettél volna jó? Tehát, hogy ez egy dolog jó, hogy most azért menjek ki egy olimpiára, csak kimenjek, már eleve tudom, hogy esélytelen vagyok, mert szana szét van a vállam. Nem, rosszul látom? Azt mondom, hogyha az ember ilyen patika mérlegen méri, akkor nyilván nem voltam túl jó helyzetben, viszont
Viszont tényleg én azért vállaltam ezt az egészet, mert hittem benne. Hittem benne, hogy így is képes leszek eredményt elérni, abban meg pláne, hogyha kijutok az olimpiára, akkor ott ki fog csúcsosan. Na de nem lehet sérüléseket, ez rengeteg példa mutatja mondjuk, ezt. De arra is van például. A küzdősportban nem lehet. Arra is van azért sok példa, hogy az ember egyszer-kétszer tud olyat előhúzni a zsákból, amire tud nem számítanak. Hát de azt mondom, hogy... Éppen sorozatmeccsek vannak. Hát sorozatmeccsek, de én úgy gondolom még mindig, hogy benne volt a lehetőség, és biztos vagyok benne, hogy bánnám, hogyha ezt így nem csináltam volna végig. És akkor végül is kés alá, ugye? Hát, és hogy játsz, hány műtét volt? Melyik válogatott? És mit csináltak vele? Hú, hát... Elég komoly a sorozat, mert... Hát erről beszéltem. Pont emiatt mondtam azt, hogy nem voltál jó állapotban fizikálisan. Hát nem. Hát emiatt nem, most ugye... A bal vállamat azt... Hát ezt kicsit több mint 4 hónapja műtötték. De kaptam egy marék csavart, meg igazából a szallókat azt pótolták. Tulajdonképpen itt már csak az izom tartotta a vállamat. Ez elég gyakran kiment, de... Igen, tulajdonképpen ez történt. A jobb vállamban úgy volt, hogy ott egy kisebb korrekció lesz, mert ott talán lepattant valami, ami irritálta, de végül úgy alakult, hogy itt is volt szallagsérülés, és itt is kaptam 2 csavart. Ez most egy 5 hete volt. Úgyhogy teljes gőzerővel rehabilitálok, és nem... És ott van bevérzés most valami, ha jól hallott. Hát, valami kontroll kellett menned emiatt. Igen, nagyon nekifeküdtem a gyógytornának, és kicsit talán túlságosan is, úgyhogy énkor ez előfordul egy ilyen hegesedési folyamata. Hová siet? Szeptemberben lesz a világbajnokság. Igen. Na. Hát úgy gondolom, hogy itt ugye nagyon érdekes a helyzet, mert a két riválisom, a Ungvári Attila és a Csoknyai Laci, ők még most se álltak le, hogy most is folyamatosan versenyeznek, és úgy gondolom, hogy... És milyen jól csinálták. Bocsánat, ugye van még egy másik rői szereplőnk, aki szintén ugye hölgy, aki szintén elindult ezeken a versenyeken, és egyes súlycsoportban 4-5 induló. Viszont a pontok ugyan falsúlyok világranglistán, mint hogyha 30 vagy 40 induló lenne, ahogy alapból szokott lenni. Úgyhogy, ügyesen csinálták, jól használják ki. Most ezt a kis pauzát, ami most van ugye az olimpia után, most ugye nem nagyon indulgatnak el a versenyzők. Igen. Igen, valóban. Hát lényegesen gyengébbek most a versenyek. Hát ugye nincs kvalifikációs időszak, azt mondom, hogy aki tényleg végigtolt egy ilyen két éves ciklust, azt, ahogy látom, a ismerősök között is elég sok embert megműtenek, rendbe hozzák a régi sérüléseket. Jó, ez az élsport, nem? Egészséges. Hát igénybe veszi az embert, ez biztos. Úgyhogy most tényleg nagyon jól lehet gyűjtögetni a pontokat. És ugye annyit ér? Igen. Igen. Igen, bár most ugye azért eltolódnak egy kicsit az arányok a világon, és nem ugye a jó, vagy a se. Igen, csak ugye a szövetségeket nézzük, majd mi alapján döntenek esetleg, akkor tudod, lehet ebbe kapaszkodni, hogy a világranglistán meg most ők előrébb állnak. Hát nézd, ebbe lehet igazán kapaszkodni, azért is mondom, hogy nem vagyok jó helyzetben, így pláne oda kell tenni magam a most is ezeken a rosszabb hétköznapokon, hogy minél előbb teljes értékű munkát tudjak végezni. Mikor fogsz tudni versenyezni? Mikor tudod elkezdeni majd a világ ranglista pontokat? Hát a 100%-os melót szerintem olyan február környékén tudom elvégezni, amikor tényleg eléri a vállamban a szallag azt a szakító szilárdságot, azt az erősséget, amit tényleg szükséges ehhez, hogy itt teljes értékű munkát végezzek. Nyilván már előtte elkezdek judózni, az ócsikomikat, befordulásokat, fogásfelvételeket azért már előtte is tudom gyakorolni. Hát ez egy elég hosszú kihagyás, de... És az erősítések? Az erősítések nyilván ott is azért van. Mert az egy fontos. Hát nyilván van mit visszahozni, mert hát ilyenkor nagyon érdekes, hogy az ember egy hónapig, vagy másfél hónapig fő van kötve a keze, hát teljesen lepukkal róla az izom. Meg ugye itt nem csak az, hogy rögzítő van, hanem az új szallókat bemozgatni, megerősíteni, azért ez egy hosszadalmas és macerás folyamat, szóval aki ilyen műtétre vállalkozik, annak mondom, hogy készüljön fel.
nem olyan egyszerű dolog ebből a visszatérés. Tornászunk, a Berki Krisztián mondta, hogy ő pontosan ezért nem megy el hosszú szünetre, mert utána teljesen nulláról kell izomzatilag kezdeni az egész tornázást. 2 hét alatt teljesen elmegy minden. Igen, erre én is felkészültem, hogy... Tehát ehhez nem kell megsérülni, csak azt akartam mondani. Tehát nem lehet leállni semmi, tehát nem lehet leállni, csak legfeljebb más jellegű mozgásokat, de akkor is edzésbe kell lenni. Igen, hát edzés munkát én is végzek nyilván. Délelőtt inkább a gyógytornára fekszem rá, délután pedig kondicionáló edzéseket. Hát nem mondom, hogy ezért ugyanazt a intenzitást tudom végrehajtani, mint egy idővel ezelőtt, de amit lehet, azt megteszem így is. Honvédban minden rendben van, vezetőedzővel, Toncs Péterrel jóba vagytok, minden rendben van most már, ugye? Igen, a Honvédban most az a helyzet állt elő, hogy hála Istennek most van egy olyan fiatalabb, pont felnőtt korosztályba belépő csapatunk, akik egyre jobban teljesítenek, és az a megtisztelő feladatért, hogy én lettem a csapatkapitány, így az is egy kicsit a feladatom, hogy a csapat kohéziót erősítsem, egy picit talán motiváljam a többieket, ez nekem is egy nagyon jó, mert ugye így is, hogy egy nehéz időszak közepén vagyok, így is hasznos tudok lenni a csapatnak. Bocsáss meg, nézd el a tudatlanságot, most ott nálatok a Honvéd férfi felnőtt versenyzők között ki a legeredményesebb? Hát aktuálisan én. Na. Igen, úgyhogy nyilván nekem kell kicsit húzni a többieket, de tényleg vannak azért Vérgabi, Fogasi Gergő, akik azért már utánpótlásba tettek le világversenyeken is érmet. Jó, az asztalra. Jó, utánpótlás, ugye mindig a felnőtt világversenyek. Hát így van. Tehát az a mérvadó. Megmondom őszintén, én úgy látom, hogy, és nagyon bízom bennük, hogy be fognak törni a felnőtt mezőnyben is, mert a edzés munkájuk alapján pont a Fogasi Gergőnek kísértem végig a rehabilitációját, ő egy térműtét után volt, és tényleg számomra is rendkívül inspiráló volt, ahogy tényleg látom, hogy mindent megtesz azért, hogy ő profin visszatérjen. De tudod, hogy a Honvédban azért világbajnoki VB érmesek judoztak, mert nem is olyan régen. Igen, elnézést, itt csak a férfi vonalra kértem. Jó, most a férfira gondolok, igen, csak hát ugye már most a férfiakra az... gondoltam, most kimondottan, ugye, tehát csak arra akartam utalni, hogy jön a világbajnokság, tessék érmet szerezni, mert azért férfiaknál mindig volt egy VB érmes a Honvédnál. Igen, hát nálunk ugye most itt a Hédi a legeredményesebb a egész igen, Honvédon belül. Igen, de most csak direkt a férfiak. Igen. Igen, hát úgy gondolom, hogy azon leszünk, tényleg talán a fiatalok is föl tudják addig verekedni magukat, hogy lehetőséget kapjanak aztán. Hát nyilván egy VB azért az egy nehéz falat, de hát ha tudnának már indulni, illetve egy-két meccset csipegetni. A VB-n egyébként, mivel mi rendezzük, hogy néz ki? Egy súlycsoportban hányan indulhatnak? Hát ez a standard van igazából, hogy nemenként ugye 9 fő indulhat, súlycsoportonként maximum 2. Hát már nálunk úgy gondolom, hogy a csapatba kerülésért is nagy harc fog folyni. De az elképzelhetetlen, hogy 3-an induljatok? Az teljesen. Teljesen? Hát maximum, hogyha valamelyikünk vagy följebb, vagy lejjebb indul, akkor lehet, hogy mind a aktuálisan a 3-an. Hát ugye 9-re indulhatnak, ugye? Igen, de súlycsoportonként max 2, hogy... Ja, az is le van így, hogy csak 2, tehát 3 elmecsőnképpen. Igen. Hát akkor fel kell kötni, mert azért... Nagyon. Nagyon, hát nem lesz egyszerű menet akkor, egy ungvári, egy csoknyai. Igen, hát úgy gondolom, hogy amennyire lehet felkészülök a feladatra, nekiugrok, aztán ami a csövön kifér, ahogy eddig, hát mindent meg fog tenni. De most már tanultam belőle, nem lehet elsietni ezt a rehabilitációt. Igen, de így nehéz azért, nehéz a élsportban, ugye tényleg az ember érez magán egyfajta kényszert is, hogy meg hát akarja is, belső motiváció is erre, van. De hát igen, hát meg ugye amikor lejárok edzésre, csinálom a kis rehabilitációs tornáimat, akkor látom, hogy a többiek gőzerővel készülnek, és akkor azért ilyen kettős az érzés, hogy egyrészt az, hogy fú, hát én is de csinálnám, a másrészt meg, hogy mikor csinálhatom. De úgy gondolom, hogy tényleg a Honvédban is minden támogatást megkapok, bíztatnak, mellettem állnak, úgyhogy nagyon eltökélt vagyok a jövővel kapcsolatban. Akkor most már ezzel a sérülés hullám le van tudva? Meggyőződésem. Ennél
sokkal többet, mint amit én sérültem. Nem hiszem, hogy lehet. Úgy gondolom, hogy ezzel most jól laktam egy életre, úgyhogy most már jöhet az egészséges, eredményes sport. Honvédségről beszélhetünk? Mert ugye hát állományban vagy, ugye? Igen. Hivatásos? Szerződéses katona vagyok a Altiszti Akadémián. Tényleg az akadémián is a tábornok úr, Bozó Tibor minden segítséget megad arra, hogy maximálisan fel tudja készülni a versenyekre. Ez így volt a kvalifikációs időszak alatt is. Most ugye, hogy még kevésbé tudok tevékenykedni, kaptam egy olyan lehetőséget, hogy a honvédségnek a Steneg 1-es katonai angol kurzusán részt vehetek, ami... Ez mit jelent pontosan? Az hol van? Ez a közszolgált egyetemen van, a Hungária körúton, és így a katonai szaknyelvvel is azt is el tudom sajátítani. Emellett Tanguló. Igen. Emellett szintén ott a közszolgált. És azon belül melyik a parancsnoki, vagy melyik ez egy, ez egy standard dolog. Megtanulunk jelentést írni, rendfokozatokat. Igazából egy középfokú angol nyelvvizsgára készít fel, ami ki van egészítve egy ilyen speciális katonai szakmai nyelvvel. Jól tudom, iskolába is jársz. Folyamatosan. Mert van diplomád, ugye? Igen. Hát főiskolai oklevelem van, és hát most így igyekeztem erre az időszakra mindent így összehozni, hogy a lehető leghasznosabban teljen a közszolgált egyetemen a honvéd és hadtiszt képző karon tanulok védelmi igazgatást, ami úgy gondolom, hogy a katonai pályán is nagyon jó lehetőséget ad a későbbiekbe. Hát ez egy MSZC szakos hallgató vagyok. Megmondom őszintén, találtam egy-két olyan témát, ami a későbbiekben is érdekelne, úgyhogy gondolkodok rajta, hogy esetleg egy ilyen doktorandusz képzésnek is nekiugorjak jövőre, de ez még a későbbiekben. Csak azért beszélgettünk ezekről is ennyit, csak hogy rávilágítsak arra, hogy egyszer ugye a honvéd válogatott dzsúdósa vagy, és ugye akkor ugye sérülésekkel vagy megáldva, katonaságnál is ott vannak a feladatok, plusz egyetem, iskola. Nem sok ez egy kicsit. És a magánéletről nem is beszéltünk, mert ugye gondolom van magánéleted, ott is megvannak a feladataid. Hogy lehet ezt így bírni, és akkor egyáltalán hogy lehet elnézést, ennyi fenékkel felkészülni arra, hogy akár itthon Budapesten világbajnok legyek majd 2017-ben? Ez igazából egy aktuális időszak, mivel ez a fél év az, amit még az egyetemen nagyon meg kell hajtani, a következő igazából szinte csak a diplomamunka megírása, amivel már most jól állok, elég sok anyagot gyűjtöttem, és hát azért maradt bennem egy komoly feszültség, meg egy töltet, meg így a műtétek után is volt egy nehéz időszak, és egyszerűen van egy csomó olyan energiám, amit ugye nem tudok levezetni. Egyrészt a feszültségből adó, másrészt a fizikális vágyaim, amit tényleg a sport által elégítettem ki, azt sem tudom, és ezt az energiát próbáltam ugye így átkonvertálni, hogy most akkor inkább a tanulásra és a rehabilitációra összpontosítok. Ez nagyjából ugye a vizsgai időszak az elkezdődik decemberben, nagyjából ez az időszak nekem lezáródik januárban, azt mondom, hogy februárban lesz a vállam tökéletes, úgyhogy nagyjából igyekszem megtalálni a harmóniát, és természetesen az edzések időpontjait ezek a képzések ezek nem befolyásolják. Mondjuk január végén leszel teljesen tökéletes, mármint a vállaid. Igen. Akkor onnan számítva, na akkor ugye onnantól lehet igazából 100%-os munkát végezni. Mennyi idő, míg utoléred magad? A régi Krizsán Szabolcs fog majd a tatamin küzdeni. Hát gondolom, hogy azért elég rutinos versenyző vagyok, és elég sok sérülésből is felálltam, úgyhogy a fizikai részét addigra már teljes mértékben föl tudom húzni. A meccs hiányok azért ott lesznek, nem? A küzdelem hiányok ott lesznek. Ez változó, hogy kinek hogy jön. Na, te milyen vagy? Nekem, én megmondom őszintén, nekem nem sok befolyás szokott ez nyomni a munkámra, sőt, hogy de én még életemben nem éreztem olyat, hogy mondjuk meccs hiányom lenne, vagy nem vagyok magabiztos azért, mert kihagytam egy időszakot. Én szerintem
Én úgy indulok neki, hogy ahogy elkezdek judozni, elkezdődnek a edzőtáborok, egy-két hónapon belül versenyezni akarok, úgyhogy nem tulajdonítok ennek. Tehát azt jelenti, hogy már áprilisban már versenyezni szeretné nagyjából. Hát minél hamarabb. Nem tulajdonítok ennek komolyabb jelentőséget, hogy most itt kihagyok egy időszakot. Ebi? Hát az Ebi az még lehet, hogy... Ugrik? Hát valószínűleg ugrik, mert ugye mondjuk komoly ponthátrányban is leszek, és nem vagyok meggyőződve, hogy addigra már csúcsformát fogok hozni, de hát ki tudja. Három legény közül ki a legjobb? Hát 81 kg-ban eredmények alapján, ha világversenyeket nézzük, akkor én. Hogyha úgy unblock az ember nézzük, akkor a Ungvári Attilának is van világversenyről érme. A Csoknyai Laci meg volt két olimpián, úgyhogy úgy gondolom, hogy a képességek azok hasonlók. Néha sokat dönt az aktuális forma. Én bízom benne, hogyha nem fog végre megsérülni, akkor ugyanolyan magas szinten fog tudni judozni, mint egy kis idővel ezelőtt. Igen, csak hogyha három azonos képességű van, akkor néha döntésnél olyan dolgok is majd közbeszólhatnak, amelyek nem igen sportszerűek. Mert ugye ő is ott már nehéz úgy tetten érni dolgokat, hogy éppen akkor kit vigyünk ki, kit támogassunk. Erre igazából annyit tudok mondani, hogy bízom benne, hogy nálunk a képességek fognak dönteni, és akár az egymás elleni mérkőzések, illetve a nemzetközi eredmények, mert úgy gondolom, hogy tényleg a sport erről szól, ez kell, hogy döntsön. Nem fordult meg a fejedbe, hogy abba hagyd? Úgy gondolom, hogy addig fogom csinálni ezt a sportágat, ameddig érzem magamban azt a töltetet, amit még most aktuálisan is, hogy teljesíteni akarok. Nekem még ugyanúgy nagy vágyam ott lenni egy olimpián. Tehát akkor még a Tokiói olimpia, akkor az még... Mindenképpen úgy indulok neki. Ott van akkor még hát célkeresztben? Igen, hát ameddig van benne motiváció, van lehetőségem, tényleg nagyon szeretem ezt a sportot, addig hát hülye lennék, hogyha nem ezzel foglalkozni. Hát igen. Csak aztán később majd a sportág elveszít téged. Hát előbb... Katonaság elszippant téged. Hát úgy gondolom, hogy aki tényleg egyszer judós volt, az mindig az marad. Úgyhogy én nagyon szívesen fogok bárkinek segíteni. Meg azért... Jó, az oké, mert most is segítesz sok kis lurkónak, de megint máskor valaki ugye főállásban vezetőedző, stb. Egyelőre nincsenek edzői ambícióim. Igen, tudom, ezért mondom, hogy végül is egy szinten elveszít majd. Hát meglátjuk igazából. Nyilvánvalóan én is nagyon sokat kaptam ettől a sportáktól valamilyen formában. Igyekszem ezt majd törleszteni. Lehet, hogy eltelik majd egy kis idő. Nem jött be az edzősködés? Mert most edzősködsz néha napján, vagy edzősködtél, úgy besegítettél fiataloknak. Nem? Én így, hát inkább mint egy jó barát, vagy mint mentor próbálok segíteni. Tényleg, hogyha nem megkeresnek, akkor nagyon szívesen segítek taktikát, technikát kitalálni, egy-két új momentumot megmutatni, de ez ilyen alkalomattán van, hogy nem. Igen, így egy-egy dologra rávilág, de az, hogy valakit semmiből felépíteni, az egy komoly edzői feladat, az egy más történet. Igen, az egy edzői dolog, az egy komoly hivatás, egy komoly munka, és én akkor leszek edző, és akkor fogok ezzel foglalkozni, vagy akkor fogom azt mondani magamra, hogy edző, hogyha tényleg ezt akarom csinálni, és teljes messzélességgel tudom is. Hát egyelőre honvédség tetszik neked? Nekem nagyon tetszik a honvédség. Bejött egyébként a honvédségnek ez a terve, ugye ott van Marosi Ádám is ugye honvédnál maradva, hogy én sportolókat ugye leszerzőtetett. Mennek fiatalok a honvédba versenyezni? Tehát magyarul ugyanis ezzel egy utat akar mutatni a honvédség, hogy gyere honvédba sportolni, mert ha úgy alakul, akkor itt a következő lépés is már a civil élet, vagy bármi. Tehát ad neki egyfajta táppontot, hogyha nem leszel sikeres, nem jönnek be, akkor is van tovább út. Én úgy gondolom, hogy nagyszerű motivációt
biztosít ezzel a honvédség. Ez jó, csak ezzel hogy ez kimegy-e, ez üzenet, tehát veszik-e a fiatalok ezt az üzenetet? Én úgy gondolom mindenképpen. Hát ameddig elmegyünk akár egy honvédségi rendezvényre, és a Marosi Ádám mond egy pár szót, vagy most már a Rédli András, akik a legfelsőbb szinten ugye olimpiai érmesek, az még számomra is motiváló. Hát ha elképzelem, ha én most fiatal lennék, és látnám őket, vagy akár azt, amit én tapasztalok, hogy a fiatalok többen mondják már, hogy ők is katonák akarnak lenni az én példámon, fiatal dzsúdósok számomra. Ez jelentkezik is már Étszámban is, akár a Honvédnál, a Tüzér utcában? Aktuálisan úgy gondolom, hogy jelentkezik. Nyilván egy kis, egy fiatal dzsúdós, aki választ egy klubot, az részben amiatt is megy oda, hogy esetleg egy példaképe igen, ott van. Igen, vagy, igen. És ez több sportágban. És ugye, úgy gondolom, hogy ez a honvédség részéről nagyon jó, hogy mind a állomány a későbbi fejlesztésére igen. motivált emberek tudnak oda menni, és mind a Budapest Honvéd, mint sportegyesület is tud ebből gazdagodni. Időnk lejárt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Akkor csak nyugodtan. Köszönöm. Nem túl terhelni magadat. Köszönöm, hogy igyekszem. És komoly februártól meg majd keményen már csinálhatod a dzsúdót. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.